A január 1-től hatályba lépett, a helyi adózókra vonatkozó fontosabb változások közé tartozik, hogy megszűnik az építményadó kedvezmény a magántulajdonban lévő szociális, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási, egészségügyi intézmény céljára szolgáló helyiségek után. Az építmény és telekadó tekintetében csak az alapító okiratban vagy alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után kap mentességet társadalmi szervezet, alapítvány, közszolgáltató szervezet, köztestület, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a magánnyugdíj pénztár. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A telekadó hatálya kiterjed az építmény által lefedett telekre, valamint a külterületi, nem termőföldként nyilvántartott földterületekre is. Megszűnik a mentesség a helyi és helyi közi tömegközlekedést lebonyolító adóalany telke, az építményhez tartozó védőterület, valamint az építési tilalom alatt álló telek fele után. Az általános tételű eljárási illeték mértéke 2200 forintról 3000 forintra emelkedett. Szerencsváros önkormányzata a 2012-es évben új adónemet nem vezet be, így a helyi lakosoknak nem kell számítaniuk az ebadó fizetésére. Az elmúlt év decemberében elfogadott állatvédelmi törvény nyitotta meg annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok az ebösszeírás és egyéb kutyákat érintő intézkedés finanszírozására hozzájárulás szedjenek, legfeljebb 6000, veszélyes kutyák esetében pedig 20000 forintig. Gyógyszerrendelést és kiváltást érintő változások lépnek életbe 2012. március 1-től, amit a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkársága tájékoztatása szerint a betegek biztonságát javító, a kedvezőbb áru gyógyszerek használatát biztosító, valamint a takarékosságot elősegítő rendszer kiépítését célozzák. Az orvos alapesetben egy vényen egyszeri kiváltásra, ugyanúgy, mint eddig is, legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget írhat fel. Ha az orvos az egyhavi adagnál nagyobb mennyiségű gyógyszert rendel a krónikus állapotú betegének, akkor az új szabály szerint ez például 3 hónapra 3 darab vényen írja fel, és a gyógyszerek csak az orvos által jelölt időpontban havonta válthatók ki. Így a betegnek az eddigiekhez hasonlóan csak 3 havonta kell gyógyszerfelírás miatt felkeresnie az orvosát, de a gyógyszertárban nem válthat ki egyszerre nagyobb mennyiséget, csak 1 hónapra elegendő adagot az orvos által előírt ütemezés szerint. Ettől 7 nappal hamarabbi gyógyszerkiváltás is megengedhető. Ezen rendelkezések tehát 2012. március 1-től lépnek életbe. A Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési főigazgatósága pénzügyőrei az M15-ös autóúton a magyar-szlovák határ térségében a közelmúltban egy magyar rendszámú tehergépjárművet ellenőriztek, amely a fuvarlevél szerint 502 karton sportcipőt szállított Hamburgból Budapestre. A járőrök a vizsgálat során a konténerben 11 ezer pár Adidas védjeggyel ellátott, az eredetire megtévesztően hasonlító sportcipőt találtak. A NAV pénzügyőrei a 102 millió forint értékű több mint 13 ezer pár Adidas márkajelzéssel ellátott védjegy oltalom alatt álló hamis cipőt lefoglalták. Az ügyben a nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyi nyomozói folytatják. A donkanyari csata áldozataira emlékeztek január 12-én Bekecsen. A donkanyarban vívott harcok a magyar történelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak, mivel a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei vesztek oda a mínusz 40 fokos orosz télben. A község önkormányzata által szervezett eseményen a helyi általános iskola diákjai adtak műsort. Ezt követően Takács Rászlóné beszédében felidézte a 69 évvel ezelőtti eseményeket, hangsúlyozva, hogy 140 ezer magyar katona, munkaszolgálatos és hadifogoly lelte halálát. Az általános iskolai pedagógus kiemelte, hogy a háború utáni gyászt nem lehetett kibeszélni, a hadsereg megsemmisülése tabu témának számított. A megemlékezés Darvas László, római katolikus plébános, és Godó Gábor, református lelkész, ökumenikus imájával zárult.
Szerencsváros önkormányzata következő munkaterv szerinti ülését január 26-án 9 órától tartja a polgármesteri hivatal nagytermében. A tanácskozáson a képviselők rendeletet alkotnak a helyben központosított közbeszerzési eljárásokra, valamint áttekintik a helységbérlettel kapcsolatos helyzetet, majd várhatóan döntés születik a helyi kitüntetések adományozásáról. A Magyar Vöröskereszt Szerencsi területi szervezete február 7-én 7 órától 11 óráig a Szerencsi tűzoltóságon, 12 órától 14 óráig pedig a Szerencsi rendőrkapitányságon várja az önkénteseket véradásra. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központja helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen adminisztrátor, autószerelő, szerkezetlakatos, pénzügyi biztosítási tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, szakács, számítógépprogramozó, élelmiszeripari üzemmérnök, hűtőgépszerelő, töltőállomás kezelő munkakörben lehet elhelyezkedni. Encsen Kárpitost, Mádon értékesítési recepciós munkatársat, Hollandiában minősített heggesztőket, gipszkartonszerelőket, zsaluzóácsokat alkalmaznának. Miskolcon pénzügyi tanácsadóként lehet elhelyezkedni. Változó helyszínű foglalkoztatásra villanyszerelők jelentkezését várják. Kávéházi beszélgetés címmel új rovatot indítunk a Szerencsi Televízióban. Közismert embereket hívunk meg az egyik helyi cukrászdába diskurzusra, akikkel kedvelt tevékenységükről, hobbijukról, eddigi pályafutásukról beszélgetünk, miközben nézőink bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé. Ezúttal a Ciráda zenekarral ismerkedhetnek meg közelebbről nézőink. Ezúttal a Ciráda zenekar vezetőjével és megálmodójával, Juhász Attilával, majd ezután Takács Orsolyával, a zenekar hegedűsével beszélgetek a népzene szeretetéről, a zenei hitvallásról és a Ciráda zenekar jelenéről és jövőjéről. Köszöntelek, Attila! Ciráda, szép napot kívánok! Mikor kezdtél el zenével foglalkozni komolyabban? Hát komolyabban igazából körülbelül egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni. Igaz, gyerekkorom óta már mindig valami zörögtem, zongora, meg furulya, meg magához vonzott az elektromos gitár is, de azt mondhatom, hogy körülbelül 15 éve komolyan foglalkozom zenéléssel és stúdiózással is. Mikor jött az ötlet a Ciráda zenekarnak a megalapítására? Igazából a népzenével, népzene és a popzene keveredése az körülbelül egy ilyen 4 évvel ezelőtt egy Citera zenekar felvételek közben jutott eszembe, és ott megtetszett egy énekes lánynak a énekesi stílusa és a maga a dalnak a mondani valója, és csak úgy szórakozásból csináltam egy ilyen popzenei alapot alá. És ezt barátoknak megmutogattam, és nagyon tetszett mindenkinek, de egyébként a Ciráda zenekar mint olyan, az 2010. januárjában fogalmazódott meg bennem, hogy egy ilyen jellegű zenekart csináljak. Kinek mi a feladata a zenélésen kívül a zenekarban? És néhány mondatban azért mutasd már be a zenekar tagjait. Az énekesünk az Héja Bella, népdalénekes. Gyakorlatilag ő a Liszt Ferenc Zeneakadémián tanul népi ének szakon, és a Debreceni Zeneakadémiáron is ott zeneelméletet tanul. Gyakorlatilag mindenkinek az a feladata, hogy nagyon jó zenét csináljunk. Legfőképpen úgy szeretnénk megalkotni ezt az egész zenei munkásságunkat, hogy a popzenét keverjük a népzenével. Gyakorlatilag a Lukács Pali népi furuján játszik klarinéton, tárogatón, kavalon, tehát minden olyan dolgon, amit fújni lehet. A Takács Orsi, ő pedig népi hegenőn és emellett még énekel is. Hogy kinek mi a feladata, ez mindig változik, mert mivel hogy ez számunkra egyelőre még csak hobbi, mindenki a saját kis civil élete mellett végzi a különböző feladatokat. Legfőképpen a
zenei, a popzenei hangszereléseket, azokat én készítem, és utána közösen találjuk ki, hogy milyen népzenei elemeket használjunk föl, hogy hegedűt, furuját, vagy éppen milyen egyéb népi hangszert. Azután ezeket a stúdióba megkeverem, meghallgatjuk, az kész dalokat, azokat elküldözgetem minden zenekari tagnak e-mailbe, aztán utána pedig megbeszéljük, hogy mit is hogyan változtassunk rajtam. Körülbelül ennyi a történet, így röviden. És a családodból valaki segít azért neked az ügyeknek az intézésében, illetve a zenekarnak a működésében? Hát nagyon, nagyon jó kritikusom a feleségem, és nagyon jó ötletadó is. Mivel ő abszolút laikus, ezért nagyon adok a véleményére, de egyébként ő is nagyon sokat segít a zenekarnak a reklámozásába és szervezésében. Milyen stílusú zenét játszik a zenekar? Gyakorlatilag a 21. századi popzenét díszítjük a magyar népzenei elemekkel. Röviden ennyi. És ezt azért is tesszük, mert önmagában a népzene az egy gyönyörű dolog, csak a mai világunkban annyira meghatározó az angol száz és amerikai popzene, hogy kicsit idegen a mai fülnek önmagában a népzene. Nagyon sokan szeretik, de igazából ez, hogy mi popzenével díszítjük vagy megkeverjük, ezáltal könnyebben befogadják a fiatalabb generációk is. Van olyan műsorunk, ami kifejezetten óvodásoknak szól, de szoktunk játszani iskolákba, vagy például nagyon, nagyon jó, amikor falunapokon vagy városnapokon fellépünk, ott az egész kicsi gyerektől az aggasztjánig mindenki igazából befogadja ezt. Ez egy nagyon érdekes dolog. Sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy miért van ez így. Én örülök neki, hogy ez így alakul, hogy ezt a popzenés stílust, amit mi képviselünk, ezt nagyon könnyen befogadják az emberek. Másrészt, amikor igazából azért jó ez a mi zenekarunk, mert a színpadon nagyon jól megfér ez a modern hangszintézis a népzenei hangszerekkel, tehát a hegedűvel, furujával, a tárogatóval, kavallal, és ez nagyon, nagyon jó kis ötvözete ennek az egésznek. Miért lett a zenekar neve a Ciráda? Igazából a Ciráda zenekar név, azt a feleségemmel találtuk ki, és mindenféleképpen olyan nevet szerettem volna adni ennek a zenekarnak, amit igazából nem nagyon használ a 21. század embere. Meg az is jó ebbe a Ciráda szóban, hogy ez gyakorlatilag magyar, ez annyit jelent, hogy díszes, tekervényes, cirádás, és mivel, hogy a popzenét díszítjük ezzel a népzenei elemekkel, ezért úgy gondolom, hogy ez a szó, mint Ciráda, ez a legalkalmasabb erre a feladatra. Mik a jövőbeni céljaitok, és mit szeretnétek elérni az elkövetkezendő esztendőben? A legfontosabb dolog az, hogy körülbelül egy ilyen másfél hónap múlva készen van a bemutatkozó lemezünk, és szeretnénk minél több helyre eljuttatni ezt a mi általunk újmódi népzenei stílusnak titulált zenét. Eddig is, a tavalyi évben is volt körülbelül 25-30 fellépésünk, és külföldre is szeretnénk eljutni. Épp a napokban keresett meg egy Romániából kerestek meg a nagyszebeni Hungarikum Fesztiválról, és oda meghívták a Ciráda zenekart június 15-én, 17-én. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy ez évtől egy ilyen szerencsi produkcióval szeretnénk előjönni. A néptáncosaink, az a Szerencsi Hajnali Néptánc Együttes, nagyon tehetséges fiatalok, és így mondhatom, hogy ez egy igazi szerencsi produkció lesz. Hogyan születnek a dallamok? Az a nagy szerencséje a Ciráda zenekarnak, hogy kiváló népzenészek alkotják, és szenzációs népdalénekes. Ők hárman nagyon jól
nagyon jól össze tudnak dolgozni. Mind a hárman tanult zenészek, és gyakorlatilag mindenkinek van ötlete. Például, hogyha éppen Orsi elkezd valamit játszani hegedűn, azt rögtön Pali hozzá tud kísérni, és arra meg rá tud énekelni Bella. És gyakorlatilag így négyen ki tudjuk találni, hogy melyik népdalokat dolgozzuk át. Miután ezek az ötletek megvannak, utána magamra hagynak, és én próbálom a 21. századi popzenét megvalósítani alá. Amikor készen vannak a különböző zenei alapok, akkor ismét feljátszik mindenki, ráénekel, Orsi is, meg Bella is, és amikor teljesen készen van, akkor szoktam megmutogatni ismerősöknek, barátoknak, és amik nem tetszenek esetleg, azokban változtatunk. Mikor jelenik meg a zenekar első albuma, illetve tervezik-e a videóklipnek az elkészítését? Márciusban szeretném megjelentetni a lemezt, és márciusban szeretnénk forgatni egy videóklipet. Mégpedig a Kerek utca című átdolgozásunkra, aminek az az érdekessége, hogy találtunk egy szenzációs énekest, akit úgy hívnak, hogy Kurecskó István bácsi, és a maga 80 évével gyakorlatilag egy szenzációs dal született. Kurecskó Pista bácsiról annyit kell tudni, hogy igazából egy született tehetség, teljesen véletlenül találtunk egymásra, és lenyűgöz az ő munkássága és tehetsége. Gyönyörűen énekel, magabiztosan énekel, és vele szeretnénk meg elkészíteni ezt a videoklipet. Még azt is el kell mondanom, hogy a lemeznen lesz egy másik érdekesség is. Egy 12 éves kislány, Soltész Csenge, aki Tarcalon él, ő fog egy másik dalunkban énekelni. Szintén született tehetség a kislány, és január 21-én fog bemutatkozni a kislány az egyik fellépésünk alkalmával. És más előadóktól is lesznek dalok a CD-n? Más előadóktól igazából van egy nagyon tehetséges hölgy, akit Berta Alexandrának hívnak. Ő is a Liszt Ferenc Zeneakadémia népi énekszakán tanul. Vele is készítettünk egy felvételt. Ezen kívül fog szerepelni a lemezen egy másik hölgy, akit úgy hívnak, hogy Jáger Kinga. A Jáger Kinga az első igazából legsikeresebb magyar imásfilmben szerepelt. Ő énekelte a Ha te tudnád című dalt. Őt kerestük fel, és vele készítettünk egy nagyon kellemes, lírikus dalt, ami Szendergő címmel fog szerepelni a lemezen. A Ciráda zenekar hegedűsével, Takács Orsolyával folytatjuk. Köszöntöm, Orsolyam. Mikor indult el a zenei pályája, illetve ki volt az, aki segítette ezt az elindulást? Az én zenei pályám már nagyon régóta elkezdődött, egészen kicsi koromban. Az én családomban nincsenek zenészek,
Tehát nekem ez az ihlet, ez saját volt egészen kiskorom óta. 6 évesen kezdtem el hegedülni egy zeneiskolába Miskolcon, és itt a hegedűt választottam, mint hangszert, mert kötelező volt választani, és én úgy gondoltam, hogy a hegedű lesz az a megfelelő hangszer, amin én majd folytatni fogom a zenei tanulmányaimat. Mennyire népszerű a fiatalok körében ez a zenei stílus? Én úgy vettem észre, hogy nagyon sok fiatal szereti. Könnyebben be tudják fogadni, mint ahogy már Attila is mondta. Sokkal jobb így, hogy ilyen popzenei elemekkel vannak felvértezve ezek a dalok, mert ugye az egész világban most ez megy, ez a trendi, és így könnyebben megismerik ezeket a népzenei dalokat. Hogyan tudják összeegyeztetni a munkájukkal a próbákat, illetve a fellépéseket? Én most pályakezdő vagyok, én a nyíregyi fősulin végeztem, a főiskolán, énekzene, népzene szakon, és én tulajdonképpen könnyen össze tudom egyeztetni, nekem ez az egyik első most az életemben, ez a zenekar, és szívvel, lélekkel, minden ötlettel most benne vagyok ebben. Szeretnének jövőben csak a zenéléssel foglalkozni? Igen, szeretnénk ezzel foglalkozni. Szerintem mindenkinek ez volt gyerekkora óta a vágya, hogy csak a zenével foglalkozzon. Mit tekint a zenekar eddigi legnagyobb sikerének? Én a Csoki Fesztivált, hogy itt felléphettünk, és szerencsére nem is csak egyszer, hanem kétszer is meghívtak minket, mind a két napon. Nem tudom pontosan a dátumot, de két nap is szerepeltünk, és eléggé úgy vettem észre, hogy sikeres volt a szereplésünk. Hol lehet találkozni a közeljövőben a zenekarral? Közeljövőben most január 21-én lesz fellépésünk a Bocskai István gimnáziumban, a Bálon. Itt sok minden érdekességgel készülünk majd, hát remélem, hogy szeretettel fogadják majd a dalainkat. Mit jelent önnek a Cirát a zenekar? Nekem ez egy kisebb fajta család, egy kis pici család, ahol mindenki segít mindenkit. Igazából úgy mondanám, hogy egy kis zenei közösség, ahol mindenki számíthat mindenkire. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a zenekarnak a további működéshez. Köszönjük. A Bolyai János Általános Iskola február 4-én 18 óra 30 perctől tartja hagyományos farsangi bálját, melyre a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Bővebb információ a 362-780-as telefonszámon kérhető. Musical estet szervez január 26-án 19 óra 15 perctől a Szerencsi Általános Művelődési Központ a Rákóczi Vár Árkád termében. A műsorban a Bocskai István gimnázium diákjai magyar musicaleket és filmslágereket adnak elő. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. A Miskolci Nemzeti Színházban bérletszünetben január 31-én a Hotel Mentor Rock and Roll Musical kínál kikapcsolódást. A Kamara Színházban 27-én, 28-án a Pletykák című bohózatot játsszák. A játékszín kínálatában 26-án egy óra versek között művészeink társaságában kínál kikapcsolódást. A Csarnokban 24-én a Ludas M. Mesterkurzus szerepel műsoron a Miskolci Nemzeti Színházban.
Hetedik alkalommal rendezte meg az Abaúj-Szántói Városi Sportegyesület január 15-én a teremlabdarúgó emléktornát Bodnár László, Juhász Tibor, Lippai Lajos, Trombitás István emléke előtt tisztelegve. Az emléktornán a DVTK a második helyet szerezte meg, mivel az MB2-ben szereplő Kazinc Balcikától 5-3 arányban maradt alul. Zsúfolásig megtelt vasárnap délelőtt a Kulcsár Anita sportcsarnok. A lelátón 600 néző foglalt helyet. A mérkőzésen a DVTK csoportbeli ellenfele az Abaúj-Szántó VS-e volt, míg a B csoportban a Kazinc Barcika SC, Tája KS-e és az Erdőbénye SE lépett pályára. Az MB1-ben szereplő csapat vezetőedzője elégedett az együttesnek a 2011-es esztendő őszi fordulójában nyújtott teljesítményével. Természetesen abszolút meg vagyunk elégedve, de nem csak mi, azt gondolom, az országos közvélemény is, hiszen érződik, hogy milyen média felhajtása most jelenleg a csapat körül. Ez nem véletlen. Tavaly ilyenkor még az MB2-ben harmadik helyen szerepelt a csapat, jelenleg pedig ötödik helyen vagyunk az első osztályban, olyan csapatokat is megelőzve, akik tavaly még az Euroligában szerepeltek. Hol és mikor lesz a felkészülés a 2012-es tavaszi fordulóra? Hát a felkészülést már elkezdtük, gyakorlatilag másfél héttel ezelőtt, ugye először magyar játékosok érkeztek meg, ezen a héten már a külföldi játékosok is edzettek, úgyhogy keményen benne vagyunk már a munkában, és úgy néz ki, hogy február elején pedig Törökországba tudunk menni edzőtáborozni. Tervezik a új játékosokkal frissíteni a csapatot? Így van, nagyon fontos az, hogy a csapatunkban újabb erősítések is érkezzenek, hiszen az, hogy jelenleg ezt a pozíciót betöltjük az első osztályba, az még nem garantálja azt, hogy itt is fogunk tudni maradni. Ehhez szükséges erősíteni egy-két pozícióban, és ezen is van a klubvezetés, hogy ez megtörténjen. Vannak-e sérültek most a csapatban? Hál' Istennek sok sérültünk nincsen. Olyan játékosok vannak, akik a sérülésükből épülnek föl, és azért nem vesznek részt ezen a tornán. Úgyhogy gyakorlatilag elvileg mindenki rendelkezésre fog tudni állni majd a bajnoki szezon kezdetére. Mit szeretnének elérni a 2012-es tavaszi fordulóban? Hát mit szeretnénk elérni? Először is fontos a klubvezetés, illetve a szakmai stáb számára is, hogy folyamatos fejlődés mutatkozzon a játékunkban. Illetve amennyiben tudnánk úgy erősíteni, akkor dédegetett állunk az, hogy minél hamarabb ki tudjunk kerülni a nemzetközi porondra is. A torna döntét a Diós Győr Kazinc Barcika gárda ellen vívta. A megmérettetések során Rakackai, Arze, Pál, Szeidi és Tisza is kisebb sérüléseket szenvedett, ezért a csapat már nem tudta korábbi kimagasló játékát folytatni, és be kellett érniük az ezüstéremmel. Az SZVS-e NB2-ben szereplő asztalitenisz csapata első mérkőzését Eger gárdája ellen játszotta, ahol 12-6 arányban maradt alul a szerencsi csapat az ellenféllel szemben. Jelenleg a tabella második helyén álló Eger együttese a hazai pályán magabiztosan győzött a Korály Tibort nélkülöző szerencsi csapat ellen. Így az erősebb Heisman-Korály páros nem játszhatott, amely hatalmas hátrányt jelentett. Heisman-Henrik háromszor, Köllő András, Stadler Tamás és Filác Attila egyszer volt eredményes. Tartalékos felállással de Miskolcon a MEOVC gárdája ellen megismétlődött az őszi fordulóban szerencsen elért eredmény, ahol 17-1 arányban magabiztosan győzött az egyetemi csapat. Korály Csaba egyszer volt eredményes. Az SZVS-e férfi kosárlabda csapata háromnapos intenzív edzőtábor után kissé fáradtan mérkőzött a BK-SPD Roznava szlovák első osztályú ellenféllel. A helyi csapat védekezése remek volt, azonban a pontatlan befejezések ellenére is magabiztosan 54-66 arányban győzelmet arattak. A mérkőzésen a legtöbb pontot, szám szerint 41-et Andrész Tamás szerezte. Gulyás László szerint jót tett a csapatnak, hogy győzelemmel kezdték a 2012-es esztendőt. Az NB1 B-s bajnokság következő fordulójában február 4-én Szerencs férfi kosárlabda csapata a Nagykőrösi Solymok csapatát fogadja hazai pályán. A találkozó szombaton 17 óra 30 perckor kezdődik a Kulcsár Anita sportcsarnokban, melyre minden érdeklődőt és szurkolót várnak.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális Központ tájékoztatása szerint a hét elején hidegfront éri el térségünket, ami komolyabb lehűlést hoz Szerencsén és környékén. Hétfőn éjjel csökken a felhőzet, és gyengén felhős idő várható, majd a hét közepéig többnyire erősen felhős lesz az ég, hózápor is előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül időnként megerősödik. Reggelente -4, -6 fokig csökken a hőmérséklet, délutánonként is alig emelkedik fagypont fölé a hőmérő higanyszála. Az elkövetkezendő napokban hideg, téli időre számíthatunk. Szerencsén és térségében hidegfronti hatás érvényesül. Tisztelt nézőink! A Szerencsi Televízió műsorát látták. Adásunkat háromszor ismételjük meg. A műsort követően majd kedden 19 órától, valamint szerdán 10 órától. Új műsorral legközelebb január 29-én várjuk Önöket. Addig is telefonon fogadjuk hívásaikat a 898-024-es számon. E-mail címünk info@szerencsitv.hu. Posta címünk Szerencsi Televízió, 3901 Szerencs, Postafiók 44. Internetes honlapunk a szerencsitv.hu címen érhető el. Legyen kellemes a hetük, viszontlátásra!